Nora Diana egyszer megszólított az utcán, nem mondom meg, hogy hol, pedig nagyon érdekes lenne, ha valaki megkérdezi, elárulom, és azt mondta, hogy csinál egy önálló estet, már előkészül. Ezek az előkészületek olyan hosszasak voltak, és olyan kimerítőek, hogy én nem tudtam beleszólni, nem is keresett meg, pedig arról volt szó, hogy belebeszélhetek, de egyáltalán nem baj, hogy nem beszéltem bele, mert ha bármit is beleszóltam volna, az csak kevesebbé tette volna, mint ami valójában ez az est. Az estnek a bemutató előtti bemutatóján ilyen házi izén ott ültünk, és mindenki el volt képedve, szóval amikor csak úgy hátradől az ember, és azt mondja, hogy ezt nem hiszem el, hogy ezt is, és ezt is, és ezt is tudja. Csodálatosak a zenészek, a Kákonyi Árpád, az hát szokás szerint elképesztő, és annyi szín van benne, annyi energia, olyan átütő az egész, mint amilyen maga Nora Diana, olyan hanggal, ami megmagyarázhatatlanul csodás, tehát nem tudom elmondani, hogy mennyire imádom, és amit énekel, hát azok a szövegek, komolyan mondom, hogy irigy vagyok, pedig nem szoktam irigy lenni. Amit ő csinál ebben, az zseniális és felülmúlhatatlan. Mindenkinek látni kell.